jó, jó fa, szép fűszer, vörösbor jelleg. Hát én meg mennem kockáztani eddig a legszebb vörösbor. A borvidéki borverseny elnöksége bírálja épp az egyik vörösbort, ami az első bírálóbizottság általi kóstoláson a legjobbak közé került. A 19. borvidéki borversenyre idén kevesebb borász nevezte a borait, viszont a nedűk száma eléri a tavait. Összesen 31 borász, 161 nedűjét kóstolhatta az 5 bírálóbizottság. A legjobbakat pedig értékelte a csúcsgyűri is. A borvidék adottságaiból adódóan a vörösborok érkeztek nagyon nagy számban, közel 70 vörösbor minta érkezett. Ezen belül ugye természetesen rozék, csillagok, egyéb fehérborok, tehát több más kategória is van, de a vörösborok a legerősebb hagyományosan. A zsűri elnöke Földesi Gyula, a Budafoki Borászati Szakképzőiskola igazgatója elismerően nyilatkozott a kóstolt egri borokról. Én nekem egy remek kadarka volt az, amire azt mondtam, hogy ez igen, ez valóban egy olyan tétel volt, amit nagy örömmel kóstolom, de megmondom őszintén, hogy nagyon szép bikavért is kóstoltunk, egy-két fajbort is, és hát ami mindig úgy mondom a szívem csücske, a rozéknak a remek kínálata. Nem tudom, a bizottságokban volt-e olyan bor, ami esetleg némi kívánivalót hagyott maga után, a csúcsgyűri remek borokat kapott. A legjobb egri csillag Gál Tibor 2014-es bora, a legjobb bikavér a Szent Andrea 2011-es bikavér szuperiorja lett. A debrőik között az aldebrői Tóth József 2014-es bora lett a győztes, a rozék legjobbja pedig a verpeléti Varsányi Pincészet 2014-es egri kék frankos merlója. A fehér borok között a kőporos borászat 2012-es egri sardonéja emelkedett ki, a vörös bor kategóriában pedig Tummererék egri cabernet franc merlója. A legjobb desszertbor a Tárkány bor 2009-es egri traminie lett.